Pálos olvasókönyv bemutatását a Pálos rendel közösen szervezte a Csorba Győző Könyvtár és az Országos Széchenyi Könyvtár, mely kiadta a nem mindennapi kötetet. A 95. ünnepi könyvhétnek ez volt az egyik különleges programja Pécsen, ugyanis egy zenés műsoros könyvbemutatóval örvendeztették meg az érdeklődőket, mondta Miszler Tamás, a Csorba Győző Könyvtár igazgatója. Az ünnepi könyvhét célja az országos rendezvényekkel, hogy népszerűsítsük az olvasást. Minden nagyobb városban, nagyobb könyvtárban rendezvényeket szerveznek ilyenkor a könyvtárak annak érdekében, hogy a szép irodalmat, az irodalmat népszerűsítsük. A Magyar Pálos Rend Boldog Özséb programjának részeként jelent meg utolsó kötetként a Pálos olvasókönyv, mely egy irodalmi antológia. A kötet szerkesztője Sudár Anna Mária. Ez a program abba a gondolatmenetbe illeszkedik, amelyet a rend nagyon markánsan képvisel, hogy a tudomány szereplőit, illetve a művészeket megszólítva a rend csaknem 800 éves történetét a nagy közönség számára is bemutassa. Ennek nagyon sok rétege van, a vers megzenésítéseken keresztül, a Misztrál együttes ma közreműködő, pálos szerzők által írt versek megzenésítéséről is híres az együttes, egészen odáig, hogy tudományos munkák, vagy éppen olyan kötetek jelennek meg, amelyek népszerűsítik a rend történetét. A téma iránti elköteleződés a programban résztvevők részéről természetes, hangsúlyozta a könyv szerkesztője. A Magyar Pálos Rendet kulturális örökségnek is tartjuk, amellett, hogy természetesen a magyar katolicizmusnak fontos szereplője, de a kulturális örökség az ebben a tekintetben még fontosabb, hiszen a magyar történelemnek, a magyar művelődés történetnek, a magyar irodalomnak ők is egy jelentős szálát képviselik, és mint az egyetlen magyar alapítású és máig létező férfi szerzetes rend pedig mindenképpen figyelemre tarthat számot. Pálos rendnek a magyarországi központja Pécset van, tehát ez adódik, hogy meghívást kap Pécsre, mondjuk a 95. könyvhétre. Másrészt pedig a kötet nemrégiben jelent meg, tulajdonképpen 2023 legvégén, tehát mindenképpen ott van a helye az idei könyvhéten, amennyiben ugye a könyvhét nagyon sokszor előszámlálja az előző évnek a megjelent köteteit. És úgy gondolom, hogy ez egy komplex kulturális program, mert egyrészt beszélgetést hallhatnak a kötetről, irodalmi részletekkel fűszerezve, másrészt pedig a Misztrál együttesnek mini koncertjét is, amely egyrészt ékelődik a beszélgetésben, másrészt pedig utána még néhány dal erejéig a nagy közönség számára is bemutat egyrészt pálos szerzőket, másrészt pedig a magyar irodalom jelentős költőinek a megzenésített verseit. Sudár Anna Máriával, a Pálos könyv szerkesztőjével Bánkuti Gábor történész beszélgetett az ES során.